Kivancsics Gellért, az egyik interjú alanyunk, ugye a Honvéd honlapján megköztük az őszi szezon értékelését, mint képi anyagokkal és szöveges interjúkkal. Gege, köszönjük, hogy vállaltad, hogy egy videóformátum keretében válaszolsz a kérdésünkre. Ugye a legkézenfekvőbb az, hogy elégedett vagy a csapat őszi teljesítményével, és itt gondolok mind a mutatott játékra, mind pedig a tabellánál foglalt helyezésre. Hát így rövid akarnék tenni, akkor azt mondanám, hogy igen, de egyébként tényleg így van, hogy összességében elégedett vagyok, bár azért van bennünk némi hiányérzet, gondolok itt Siófok, Paks és a pécselni mérkőzésekre, meg még ide venném a haladás meccset, hogy itt ezeken a meccseken azért ott hagytunk pontokat a pályán, azok nagyon hiányoznának, és akkor azért még előkelőbb helyen lennénk. Mennyire örömteli az a helyzet, ami viszont tényszerű, hogy a budapesti csapatok közül csak a Honvéd van ott az élmezőnyben? Hát ez nagyon jó dolog, ezt nagyon fontosnak tartom, és erre büszkék vagyunk, és annak is kell lenni. A saját teljesítményedet hogyan értékelnéd? Ugye idővel a csapat talán legmeghatározóbb játékosai közé nőtted ki magad, sőt én kismerem jelenteni, hogy így lett. Így van, az elején egy kicsit nehézkesen indult számomra a szezon, nem is abból adódóan, hogy nem tudtam teljesíteni, mert nem is kaptam úgy lehetőséget, hiszen egy olyan szériába került a csapat, amikor igazából nem illő változtatni, ugye 6-szor nyertünk zsinórba, és utána egy kis hullámvölgybe kerültünk, utána pedig azok a játékosok kaptak lehetőséget, akik periférián voltak addig, és helyek közel sikerült élnem a lehetőséggel. Ugye volt, hogy mérkőzéseken belül is több poszton szerepeltél. Ez mennyire jó, hogy ennyi helyen bevethető vagy, és esetleg mennyire hátrány, amikor mondjuk a csapat összeállításnál kell gondolkozni? Hát én azt gondolom, hogy ez egy, most nem önfrankózás, de... Magára a helyzetre gondolva. Ez egy nem rossz dolog egyébként, hogy több poszton is tudok játszani. Hát az mindig az edző döntése, hogy hova tesznek be. Várod-e már, bár még nincs vége az edzéseknek a téli felkészülés kezdetét? Milyen jellegű munkára számítasz, és majd mik lennének a célkitűzések mind neked, mind a csapat számára tavasszal? Nem várom a felkészülést, mert nagyon, tényleg nagyon hosszú ez a szünet, és ez játékosnak ez a legrosszabb. Mármint az, hogy 3 hónapig nem lesz meccs. Így van, hogy 3 hónapig nem játszunk. És akkor még utána ráadásul, ja így van, 3 hónapig nem játszunk, és ugye tele van edzésekkel és tét nélküli mérkőzésekkel ez a 3 hónap. Ezt én személy szerint ezt én nagyon nem szeretem. Úgyhogy jó lenne, ha már január elején kezdődne a bajnokság.